nőként, női történeteket akarok írni, és akkor azt a világot fogom bemutatni. Így emocionálisan nagyon úgy érzem, hogy ez is az én ügyem, hogy ebbe bele kell állni, vagy hogy ez milyen borzasztó, hogy így van. A világ egy csodálatos hely, és csodálatos dolgok történnek velünk. Illegális tevékenységről van szó, olyan emberekről, akik kijátszanak mindenféle rendszereket, és nem tudtam volna se jóvá sem megírni, meg hogy írtam volna meg. Mindegy, hogy tudjuk-e vagy a nevüket, vagy sem, a történet maga az, ami át kell, hogy jöjjön. Arra vágyok, hogy én egy befekszek egy ilyen hálózsákba, és legszívesebben így felcipzároznám magamat, hogy mindenki hagyjon békén, nem is akartam, kár volt ezt az egészet. Mert amikor ilyen gondolatok jönnek, így nem lehet élni. Csak úgy lehet, hogy ezt úgyse adom ki, ezt csak úgy magamnak írom. Hogy én az a beledöglős típus vagyok, hogy ha beledöglök is, megcsinálom. Ez szerintem nagyon sok mindent elmond egy népről, egy közösségről, az, hogy hogy viszonyul halottaihoz, hogy milyenek a temetők, hogy hogy temetkezünk. Tudod már, kisanyám, mikor lesz neked, ne álmodozzá, majd a piros hó esik.